A sörgyártás szinte egyidős az emberiséggel. A régészek által talált legkorábbi nyomok alapján már 7000 évvel ezelőtt is fogyasztottak sört Szudánban, illetve Egyiptomban időszámításunk előtt az 5. évezredben. Az idő előre haladtával a sörfőzés folyamatát a nagyüzemek és gyárak vették át, jelen pillanatban is a nagyüzemi sörfőzdék termékeit fogyasztják a legtöbben, ugyanakkor nagy hagyománya és egyre nagyobb népszerűsége van újra a kisüzemi kézműves sörök készítésének. A 17. sörfesztivál és csülökparádé különlegessége is ezért lett idén a kisüzemi sör és a kisüzemi sör konferencia. Hát ez egy olyan újdonság kezdeményezés, ami azt gondolom, hogy a sört kedvelőket és a kisüzemi söröknek az érdeklődőit megmozgatja, mind a előadókat, mind a érdeklődőket. Próbáltunk egy olyan újdonsággal előlukkolni, ami a szakmát érdekli esetleg a fogyasztót, és nyilvánvalóan fontos az, hogy a kisüzemi termékek minél szélesebb körben legyenek ismertek. Mi próbálunk ebben segíteni, mind a piacjutásban, mind a termékek ismeretében. A konferencián több előadást is meghallgathattak az érdeklődők, többek között a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének elnökétől, Gyenge Zsolttól is, aki beszédében kiemelte, hogy igen nagy mennyiségű, egymástól jól elhatárolható kisüzemi sör létezik Magyarországon. Hatalmas területet fednek le sör előállításban ezek a kis sörfőzdék. De nekünk nagyon fontosak az, hogy meg tudjuk magunkat különböztetni, és jól meg tudjuk magunkat különböztetni a nagy sörgyáraktól, mondhatom a multi sörgyáraktól, és nagyon fontos, hogy egymástól is jól meg tudjuk magunkat különböztetni, ezért az összes kis sörfőzde valamiben próbál más lenni, próbál egyedi arcot kialakítani magáról. A kisüzemi sörök nagy mennyiségének köszönhetően szinte mindenki megtalálja a számára a legfinomabb és legnagyobb élvezeti értéket jelentő italt a hazai kisüzemi sörpalettán. Ennek köszönhető az, hogy az iparág ezen része egyre népszerűbb hazánkban és Európa más országaiban is.